Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Egy kis magyar futball, jó? Csak hogy így térjük vissza, hogy egy sportasz. Na, van ilyen? Van, már hogy nincs, de hogy állítok lesz, vagy majd valamikor. Hogy Dárdai Pál szegénykém, hát most már végleg kiderült, hogy nem kapjuk meg Dárdai Palit. Ezek a hertások, de komolyan most ezek dárdai irigyek? Dárdai irigyek. Érted? Igen, hát ez ilyen dolog. Most ide, hány ilyen meccse van a válogatottnak egy évben? Sokat mondok, 10. Ne tegyünk fel egymásnak olyan keresztkérdéseket, amire mi sem tudjuk a választ. Most csak mondtam valamit. Még hosszú a megszólalás. Konkrét kérdéseket ne tegyél. Konkrét kérdéseket mi ne kérdezünk, legalább egymástól. Nem tudunk adni. Na de azt olvastam, hogy állítólag nem engedi a Hertha, és el kell, hogy búcsúzzunk Palitól? Vége? Bizony. Vége a magyar válogatott tündöklésének? A magyar futball negyedik Bélájától? Az új honalapítótól? Aki megmentett minket? Nem járulnak hozzá állítólag, hogy az őszi Európa bajnoki selejtezőkön is vezethesse a mi kis labdarúgó válogatottunkat, és ezzel tulajdonképpen egy szakmai munkát húztak át egy tolvonással. Egy hosszú ideje tartó szakmai munkát. És szép szakmai munkát. És nagyon szép szakmai munkát. Eredményekkel telít, végre tudtunk hinni megint a válogatottban, és erre elveszik a vezérlő csillagot. Most álljátok a magyar szurkolók a Hertha Facebook oldalát, adjátok vissza Palit feliratokkal. És ez nyilván meghatja a Hertha. Nagyon szeretem ezt a történetet. Adjátok vissza Palit felirattal. Árasztották el a Hertha oldalát, hogy adják vissza a mi Palinkat. Egyébként tényleg komolyan mondom. Tessék? A Palit azt értik is belőle. Adjátok vissza, azt majd lefordítják. De egyet értek a magyar szurkolókkal, hogy végre volt valaki, aki jól működött, aki életet csiholt ebbe a megélhetési magyar válogatottba. De tényleg. Már hogy ezek mindent csináltak, csak nem fociztak normálisan. Most, futballal kapcsolatos jeleket kommunikáltak felénk szurkolók felé. Ugye? Aha, passzokat láttál, gólt láttál, lelkesedést láttál, tehát valami elindult. Erre jön a Hertha, és azt mondja, hogy no Pali. No Pali. De hogy mondhatod, hogy no nine Pali? Nine Pali? Nine Pali? Nine Pali? Nine Pali? Schluss, pass! Nincs több pass. Schluss, pass! De több pass kell, nem? Schluss, pass, vége! Nine Pali, nine. És akkor most mi van? Hát figyelj, mondjátok meg valahol nekem. Azért meg én Pali nélkül nem csinálok. Most képzeld el, hogyha te mondjuk egy kis vidéki rádiónál dolgozgatnál hétvégénként csak azért, mert... Ott vagyok mondjuk az Ócsai rádiónál. Így van. Aha. Mondjuk... Vámos Szabadi. Igen, tényleg. A Vámos Szabadiban. De jó. Igen, ott ülök. A Szabadi Sunnál lenni hétvégenként, és akkor egyszer csak szólna Klassz FM, hogy nem, ezentúl nem járhatsz le, mert neked itt van dolgod. Innen kapod a fizetésedet, ez a te fő munkahelyed, ez a te fő munkaköröd, itt számítanak rád. Nem szeretnék, hogyha kialvatlanul, hogyha fáradtal, hogyha egy kicsit így leamortizálva jönnél be ide hétfőnként, és mondjuk a Szabadi Sunnál nyomnád el azokat a poénokat, amiket itt várra kell tőle. De nem lehet, hogy nem ezért, nem így irigyek, hanem úgy irigyek, hogy ő a Szabadi Sunt föl fogja húzni, érted? És, hogy... és megveri a Klassz FM-et a Szabadi Sunt. Mondjuk ez is igaz. Tehát, hogy attól fél a Hertha, hogy az ő játékosai, akik az ottani nemzeti válogatottban fociznak, azok kikapnak a magyar nemzeti válogatottól. Ha? Aha, hát ők... Nem? Hát... Hát de nem... majd egyszer, nem most, hanem majd egyszer. Értem én, hogy... Küldjétek el de nem annyira jó nekünk pénz. Németül, hogy szól az a mondat, hogy egy seggel csak egy lovat lehet megülni. Igen. Jó? Hogy szól ez németül? Mit mondtak Palinak ezen a megbeszélésen, amikor azt mondták, hogy nein! Igen. Nein! Na mindegy, igen, hát... Tehát, hogy egy... Popsival egy lovat lehet csak egy megülni. Egy seggel csak egy lehet. Igen, de az MLS egyébként azt mondta, hogy a két fél által korábban aláírt szerződés alapján jogilag és az elmúlt 8 hónap tapasztalata alapján szakmailag is nehezen indokolatónak tartja a Hertha döntését. Tehát, hogy ők nem teljesen értik egyébként, hogy miért döntött így a Hertha, hogy nem adják oda Palit, és azt mondják, hogy nine, Pali, nine. Uh-huh. Van egy szerződésünk? Hát volt egy szerződésünk, igen.
Most vagyok beőszintén, hogy mindig aki sérelmez valamit, az általában nem érti a másiknak a döntését. Tehát, hogy valahol ez nem. Tehát, hogy annyira nem lepődtünk meg ezen a dolgon. Na most azért mondom, hogy ugye veretlenek voltunk vele, ugye? Tehát voltak döntetleneink, voltak nyert meccseink, de azt hiszem talán 4 vagy 5 tétmeccset játszott vele a magyar válogatott, és veretlenek voltunk. Tehát végre egy szövetségi kapitány, akivel mi veretlenek voltunk. Na most mi lesz? Hát vele most már többet nem leszünk veretlenek. Ezek teljesen laikus kérdések, de én szeretek ennyire laikus, hogy visszajön a Pintér? Nem. Nem, Pintér, nem. Tehát most mi történik? Visszakapjuk? Vagy jött valami új, nem? A felkészítő szakasz, ugye Pintér úr életében, amit annak idején beszéltünk, az valószínűleg véget ért. Tehát most már alkalmas a kommunikációra, alkalmas a foci csapat vezetésére, úgyhogy még jó is lehet. Nem? Igen, abszolút. Elküldték a mondatokat. Eine Kuffer, Aginyiha. Aginyiha. Eine Kuffer, Aginyiha. Az Agin szerintem cseréljük le szintén Ainra. Vagy... Ezt mondta a Herta Palinak valószínű. Eine Kuffer, Aginyiha. Eine Nyiha. Eine Popsi, keine zwei Popsi. Eine Kuffer, Eine Horse. Ezt is kaptuk SMS-ben. Na jó, hát ezek voltak a laikus kérdések természetesen, de mindjárt fölhívunk egy igazi szakírót és sportújságírót, hogy mondja meg nekünk, hogy most ki lesz az új szövetségi kapitány, mert állítólag megvan. Megvan? Megvan. Mindjárt jó lesz kérdezik. Az nekünk? Igen, ki jó. Ő? Mit tudunk róla? Ő is dolgozott annak idején a Hertánál. Na, akkor ezt is visszakérik mindjárt, akkor ne. Állítólag jó van a Palival. Na ne. Tehát, hogy nem hívják majd vissza? Tehát, hogy már őt is így visszahívják, és mondják ez az. Most egy fél évet itt lesz, csak akkor Herta őt is elviszi. És utána mondják, aha, hogy Nein, Bern, Nein, Storz. Ez a neve. Megvan a szöveg, beírtam. Nur ein Essel konnte nicht reiten. Ezt mondhatta Herta Palinak? Valószínű? Tehát ez az egy seggel nem ülünk meg két lovat? Pali! Nur ein Essel konnte nicht reiten! Mondjuk ez kicsit máshogy hangzik. Aha. Ezután támadunk, az biztos. Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Gyerekek, komolyan mondom, átokű rajtunk. Végre volt egy épkézláb szövetségi kapitány, aki értette, hogy mi történik a pályán. Aki nem az egyik oldalon töltötte be a tökmagot, és mint egy ilyen cséppadaron másik oldalon, hogy rögte ki a szocsoládát, és káanyázott. Egy rosszul szabott, régi, ronda, 3 számmal nagyobb zakóban, mint az összes szövetségi kapitány itt az elmúlt 5 évben, hanem jól öltözött volt, normális volt, szerette a csapat, értett hozzá. Erre jön a Herta, és azt mondja, nein, Pali, nein! Visszahívják. Hát komolyan mondom, így van. Miért ül átok rajtunk? Miért nem lehet egyszer legalább 3 évig egy olyan szövetségi kapitányunk, aki ráér, aki ért hozzá, és aki nem káromkodik. Annyira tényleg a végtelenségét és rajongása a suhogos nemzeti színű melegítőket, amik XXL-esek ugyan, de akkor is feszülnek a hasán, és normális, makos cipőben nem csulázik a partvonal ment. Kultúrember, európai, még talán tényleg ért is hozzá, hitele van, szeretik a játékosok, és nem fekete. Szeretik a szurkolók. Zakóban, fehér cipőben, makos cipőben áll a pálya mellett, és nem tud elmondani 2 épkézláb mondatot. Azt is csak nagyon izzadva, erre ezt az embert meg visszahívja a Herta. Hát miért nem megy a Herta a fenébe? Nem? Nekik is kell. Nyilván nekik joguk van erre. Na, megkérdezzük valakit, aki ért hozzá, jó? Itt van Deák Zsigmond, szakújságíró, újságíró, foci szakértő, Bundesliga rajongó. Hello Zsigmond, jó reggel, ciao. Ennyi elég is, köszönöm szépen, ennyi. Körülbelül ez vagyok, de köszönöm szépen. Igen. Hát olyan iPod kaptál, hogy figyelj. Szenzációs, most nem tudom, hogy fog megfelelni neki, de megpróbálok. Figyelj, miért cseszeget minket ez a Herta, mondd meg, miért nem hagyják Palit nekünk? Hát nem cseszeget, igazából az alaphelyzet az ugye az volt annak idején tavaly szeptemberben, hogy mi a Palit, illetve pontosan az MLS a Palit ideiglenes kapitánynak nevezte ki, ha emlékeztek rá. És akkor még ő az U15-ös, tehát a 15 éveseknek a csapatának az edzője volt a Hertánál. Uh-huh. És ha belegondolunk, akkor olyan sok szövetségi kapitány nincsen, aki a 15 éveseknek a bárhol az edzője. Tehát azt mondta a Herta, hogy
Hát végül is a Pali akarja, már pedig a Pali akarta, ugye Enkuffer ugye két horsz, ahogy mondtátok, tehát a... Na, nagyjából, szóval ez a beszélgetés lezajlott valóban, akkor még, de akkor még ugye akkor még ezt meg lehetett csinálni, tehát azért egy hátrább sorolt edző, ugye vállaljon másik feladatot, hát hogyha meg tudja csinálni, meg tudja. De közben ugye változott a helyzet, egyrészt ugye Magyarországon ugye kinevezték Franco szövetségi kapitánynak, tehát ugye az ideiglenesből ugye az eredmények hatására ugye valóságos lehet, hogy így mondjam, de aztán ugye februárban kinevezték a Hertánnál először ideiglenes vezetőedzőnek, amikor kirúgták a holland elődjét, majd pedig májusban véglegesítették. Tehát hirtelen egészen más lett a szituáció. Tehát végleges szövetségkapitány, végleges vezetőedző a Hertánál. Volt ideiglenes szövetségkapitány, illetve U15-ösöknek egy nem ismert edzője, hogy úgy mondjam. És akkor ezen morfondírozott egy pár hétig a Hertha, majd pedig azt mondta, ami benne volt nyilván a szerződésben, hogy akkor köszönjük szépen, most ez az egy fenék, két lóz nem fog menni. A Pali szerintem azt mondta, hogy neki azért menne, de azért szerintem meggyőzték többek között, nyilván a fizetését is, ha jól tudom, akkor legalább az ötszörösre emelték, ami teljesen jogos, mert így is a középmezőnyben lesz a Bundesligába ezzel, de messze ő volt. Micsoda egy aljas húzás. Egyébként figyeljetek, ha belegondoltok, akkor több ponton is aljas. Egy 15 évesekből álló csapatot, azt mondja, Hertha, menjél nyugodtan, bizonyítasz a magyar válogatottal, és egyből kinevezik ott. Érted? Rajtunk bizonyít, és ott nevezik ki? Hozzáteszem, hogy ebben teljesen igazatok van, mert nyilván az U15-nél nem biztos, hogy mondjam, olyan gyorsan létezett volna, hogy azt mondták volna, hogy U15, hát szóval nem vették volna alapnak. De az, amit mondtok, az tökéletesen így van. Tehát, hogy a magyar válogatottnál bizonyított, hogy legalábbis először csak ideiglenes edzőként a holland csávó után megállja a helyét, és bent tartja a Hertát ugye a Bundesliga 1-ben. Ugye ez volt a tét. Benn is tartotta, ugye, nem estek ki, és akkor mondták, hogy hát akkor ez nagyszerű, viszont akkor köszönjük szépen, nem kérjük a szövetségi kapitánykodást. És nincsen valamilyen kibúvó, valamilyen kis kapu, amin mondjuk mégis átmehetem, vagy visszajöhetne a Pali, nem mondjuk a szabadsága alatt? Vagy hogy valami? Nem mondjuk meg, hogy ő a szövetségi kapitány. Igen, hogy a szabadsága terhe alatt. Nem butasság, így van, vagy valami felvesz valami más ruhát, vagy más arcot, és akkor... Hát a szemébe fésüli a frufruját, vagy valami, és akkor... Más frizura, igen, megnövezti haját. Nem hiszem, tehát ez nyilván már ennek vége. Mondom itt, én azt mondom, hogy nyilván a legtöbben az MLS-t hibáztatják ebben az ügyben, hiszen abszolút függő szereplőként tényleg benne volt ebbe a szerződésbe az, hogy a Hertha bármikor visszahívja, de ugye, mint az előbb felsoroltam, senki nem gondolta azt, hogy mind a válogatottnál, mind a Hertánál ilyen sikeres lesz, vagy fontosabban párhuzamosan ilyen sikeres lesz. Tehát ez hozzáteszem egyébként, hogy volt már a sportág történetében olyan, hogy valaki egy klubcsapatnál is edzősködjön, és egy válogatottnál is. Én amikor ez még kérdés volt, akkor csináltam, írtam egy cikket, arról megnéztem az összes európai válogatottat, 53 tagországa van az UEFA-nak, hogy az ő edzőik most vagy valaha edzősködtek-e, vagy párhuzamosan csináltak-e válogatott szövetségkapitánykodást, meg klubot. És most egy ember van, egy Sargis Hovszepján nevű örmény jó ember. Igazi húzó név. Egy komoly név. Így van, aki egyébként 2013 óta a Pjunik Jerevánnak, ugye a legjobb örmény csapatnak az edzője, és emellett először az U21-es csapatuknak, az U19-es csapatuknak, tehát a 19 évesek csapatának, majd pedig áprilistól a nagy örmény válogatottnak is most a szövetségkapitánya. De mondjuk Gus Hiddink, vagy ugye Roy Hodgson, akik most ugye ugye pontosan a Hiddink az ugye már hollandoktól lemondott egy pár hete, a Hodgson az angoloknak az edzője, de abszolút. A pályafutásuk során ők ezzel voltak. Ezzel a példával jöttem volna én is. Tehát a PSV-nél volt a Hiddink egy évig, meg Ausztráliánál, a Hodgson meg az Internél, meg a Svájcnál. Tehát viszonylag komolyabb csapatok, mind a Hertha, mind a magyar válogatott. Nem lehet, hogy esetleg egy ilyen túsztárgyalás keretén belül mi lefolytatunk egy ilyen adjátok a dárdait, küldjük a Pintért, balfület elküldünk. De a Pintérnek nem fontos, tehát hogy valakit a Herthánál kéne elrabolni. És elmegy a Pintér, letárgyaljuk, visszaadják a dárdait, őt megkapják a Pintért, egy ilyen cséphaladó, tényleg be a tök magot a másik oldalán, ezért lekasszál nekik egy fél mezőt, és akkor valahogy így tárgyalunk egyet, visszaadják. Nincs erre lehetőség? Sajnos ennél azért a németek racionálisabbak. Nem véletlen, hogy a Dárdai az majdnem 300 meccset játszott ugye a Hertánál. Ő a klub történeték a legaktívabb ebből a szempontból, legtöbb meccset játszó, Bundesliga meccset játszó játékos. Azt akarod mondani, hogy kiszúrnák?
szerintem egyrészt észrevennék, másrészt meg bárkire nem. Tehát azért nézzük meg, 39 éves, tehát azért olyan edzői múltja nincsen, de olyan játékos múltja van a Hertánál, meg olyan emberi respektje, hogy azt mondják, hogy na csináld, próbáld meg. Nyugtass meg, nem a Mateusz jön, ugye? Tehát megint nem jön, mert akkor megint Lothar Mateusz, a megélhetési bűnöző, tudod, aki már minden országban négyszer volt szövetségi kapitány. Az aktuális feleségét is. Francia, Polinézia, nem tudom, Barbados, tudod, mindenhol edzősködött már, ahol nagy lóvé volt. Hozná a nyolcadik feleséget. Én egyébként ez olyan, a Mateusz egy kicsit nekem olyan, mint a magyar labdarúgás, hogy valaha nagyon fenn volt, és most nagyon lenn van. És hogy a Mateusz, hogy a világ, mondjuk azt, hogy az első 10 legjobb játékosában, szerintem legalábbis, ahogy mondjam, kortól és korszaktól függően, és mégis ilyen ember és ilyen edző. Tehát elképesztő a különbség. De most hagyjuk a Mateuszt, remélem, hogy nem. A Ben Stork nem volt olyan focista, mint a Mateusz, úgyhogy ő már, hogy mondjam, a renoméját ebből a szempontból nem tudja akkorára annyira visszanyomni. Én remélem, hogy ki ez a Ben Stork? Ki hol edzett ez a fiú eddig? Mit tud mutatni? Amit ugye utánpótlás edző volt, meg a pályátának a pályaedzője volt, amikor a Dárda is ott játszott, tehát ugye tudjuk, Kazasztánban volt sportigazgató, ami egy dolog. Kazasztánban volt sportigazgató? Azt hittem, hogy komolyabb. Hát igen, az U8-asok. Igen, illetve őrizte a kecskéket valahol. Pakisztánban, Kazasztánban sportigazgató. Az jó. Poénnak szántam, ezt egyébként tényleg így volt. Előttünk a kazakoknak már csinálta azt, amit most itt csinált papíron, de hogyha most volt most nyáron az U20-as VB, ahol mi a két későbbi döntőstől kaptunk ki, a braziloktól, meg a későbbi győztes szerbektől. Az egyiktől úgy, hogy vezettünk, hogy a braziloktól is a 89. percben kaptunk egy gólt, a szerbektől, akik végül világbajnokra lettek, pedig hosszabbításban egy öngóllal. Magyarul a két legjobb csapattól, két legjobb csapattal szemben abszolút helytáltunk, és a Stork volt a kapitány, és a tavalyi fedetvedett U19-es csapatból csinált egy nagyon, nagyon pöpec komoly gárdát. Tehát ugyanabból, ugye hát honnan szedett volna más 20 éves magyar fotballistát, ugye, tehát ugyanazokból kellett, illetve hát abból a korosztályból kellett, és ugye nem váltotta meg a világot. De az biztos, hogy egy csapatjátékban csinálni egy csapatot, hogy úgy mondjam, a hozott anyagból, az nem kis dolog, ezt ő megcsinálta. Most ezzel nem azt mondom, hogy jobb lesz, mint a Pali, és valóban lehet, hogy csak azt fogja mondani az edzőtár, vagy az edzéseken, hogy losz, vagy amit ti mondtatok, hogy fogja motiválni. Igen, vagy ez. Tehát azt hiszem, hogy ez lesz a legnehezebb. Weiter, Schweinehund! Így van. Szóval ezeket csak ugye ezt le kell fordítani, ugye nyilván még a magyar játékosoknak, amiket ő kiabál, de ugye ez lesz a legnehezebb. Tehát itt én azt mondom, hogy a Paliba nem is feltétlen a szakmai tudása, bár nyilván azt is kalap előtte, hanem inkább ez az emberi hozzáállása, illetve a játékosokhoz való viszonya volt az, ami szerintem igazán sikeres volt, és ezeket a győzelmeket hozta. Tehát ezeket kéne valahogy pótolnia. Hát igen, és hát azért vannak a magyar futballnak szép statisztikái, gyerekek. Mutass még egy csapatot, aki 30 éve nem kapott ki világbajnokságon. Nem? Szóval, hogy én azért ezt mindig mondom, ezért ezek fontos statisztikák. 30 éve nem volt elvesztett meccsünk világbajnokságon. Mit kaptak az angolok? Mit kaptak a brazilok? Tudnak ilyen statisztikát fel? Nem tudnak. 30 éve nem kaptunk ki világbajnokságon. Hát azért ezt... Andorra meg Aruba meg egy-két olyan, aki soha nem is játszott, az is hasonló a jobb érlegebb ér, de valóban így van. Statisztikák ezek. Na jó, én hát... Mondom, hogy reális, tehát ettől még én, tehát én nem azt mondom, hogy örülök ennek, mert miért örülnék, mert valóban, amit felsoroltatok a közönségtől kezdve a játékosnak, tényleg mindenki ugye elismerte az Árdait, és elismerte őt és a munkáját, de azért ne várjuk ki a végét, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a Storkkal nem sikerül, inkább így mondom. Minek mondom, kell most sikerül, egyébként nem sikerülnie? Mit játszunk most? Vagy mi? De tényleg én ennyire alapoktól indulok, tehát minek nem kell most, vagy kell éppen sikerülni? Nem is rejtezőkben vagyunk, tehát szeptemberben, októberben játszunk még 4 meccset, és annak alapján ugye, hogy a második, első kettőben leszünk a csoportba, akkor egyeneságon bejutunk a jövő évi Franciaország EB-re, ha pedig harmadikok maradunk, ami most vagyunk, akkor pótselejtező, tehát akkor a... Igen. Akkor és aztán jön a 30 éve bevált mondat, még matematikaiusunk van, már nincs. De készülünk a 2029-es világbajnokságra, és ez mind két évente ez így megy. Sajnos így szokott lenni, csak nem szokott ilyen csavar benne lenni, mint most a Dárdai kapcsán. Igen. És most miért emlegetik a portugálokat? Meg Cristiano Ronaldo-t, a magyar válogatott? A velük hol? Vagy mi? Mert ott van a kérdés. Az ugye a VB, mert közben, miközben, ugye ez a VB selejtező 2018-ra. Ja jó, azt ne, az messze, az engedjük el. Még visszajött a Mateusz is, tehát ez már addig bármi lett. Most szombat
csapaton sorsolták ki Szentpéterváron a VB selejtezőket, amik jövő szeptemberben kezdődnek. Ne szaladjunk ennyire. Nem megyek előre, de akkor a portugálok is jönnek. Meg a Ferőer megijön, gondolom erre figyeltek. Ja, jaj, jaj, megint, basszus, mint azt mondanád, hogy megint jönnek a tatárok. Andorra is jön, meg Ferőer is, tehát ami tényleg komoly. Megint ott lesz a remény, de majd jön Portugália. Tudod, ez a klasszik 30 éves szindróm. Majdnem kijutunk, de jön egy erősebb csapat, úgyhogy nem megyünk sehova. Na jó. Svájc is, de... A retteget Svájc. Így van, a kőkemény Svájc. Jól van. Na, hát köszönjük, hogy segítettél nekünk kicsit itt helyre tenni a dolgokat, mert hát van hova fejlődnünk futballban, de szeretjük, ha valaki nálunk sokkal jobban ért ehhez. Még abban kéne segítség, hogy a Jani Tolmásnak a stork mellé betenni. Mindenképpen. Most pályaedzőnek a Jani. A jól, ami Jani jobban tud németül, mint a stork, tehát nem tudom, hogy lehet, hogy akkor a németről németre kéne fordítani, de szerintem van esélye. Jó lesz ő. A legfontosabb az a szellemiség. Zsigmond, köszi, vigyázz magadra! Jó, köszönjük szépen! Deák Zsigmondnak, sportújságírónak. Köszi, ciao. Hello! Hát? Na, jól van. Hát, gyászolunk, gyerekek! Gyászol a magyar futball! Nem volt sok örömünk, de most még azt is elvették tőlünk. Szép. Szemét herta, komolyan mondom. Persze nyilván benne volt a szerződésben, tehát a németeket ismerve azért nem gondolom, hogy ne tették volna bele, nem ezt a kis tehát, passzust, ilyen. Amit most az MLS azért így nagyon nem ér, vakarja a fejére, az is korán, ezek tényleg elvitték, arról tényleg, ha mondták, tényleg elvitték. Ül ott négy ilyen kinőtt szakos, izzadó 60-as, tudod, a szerződés igen. Fölött, és négy arvat életbe. Hát hol a dárdai? Az iskolája, ezek tényleg elvitték a dárdai, ezek nem lacafacáztak, te hallod? Hallod ezeket tényleg elvitték? Hát így van, na mindegy, hát ahogy egy farmos tápjóbicskén mondanák, az anyuka bíbelődjenek. Megint találnunk kell valakit, gyerekek, arvat életbe. Na, ígyunk egy kis vizet. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Érdekes hírt találtunk, feltörték a világ egyik legnagyobb, kifejezetten félrelépésre buzdító alkalmi társkereső oldalát, aki fent van, meneküljön, vallja be az asszonynak, térdeljen le el, és mondja azt, hogy szörnyű bűnöket követtem el ellened, mert kiderül, 124 millió felhasználó látogatja, és jelenleg 37 millió anonim tagját bíztatja hűtlenségre az Ashley Madison nevű weboldal, ami nem rejti véka alá, hogy a hagyományos társkeresőkkel ellentétben a megcsalás és az egyészakás kalandozás a cél. Így is van, tessék ennek fórumot adni, fölmész, regisztrálsz. Jelenleg 37 millió csalfa férj, feleség, barát és barátnő izgulhat és izzadhat, ugyanis ezt a szájtot feltörték, és azt mondták, hogy hát nem tagadják a feltörés tényét, tény, hogy ez a dolog megtörtént. A kiberbűnözők pedig azt állítják, hogy azok sincsenek biztonságban, akik annó használták az oldalt, de azóta törölték a profiukat, így bizony még ők is bajba kerülhetnek. És mi a gondod ezzel, te hipokrita? Semmi igazából témaindítónak, ez egy jó dolog. Tehát, hogy nekem nincs bajom azzal, ha valaki ezt megteszi. Tehát, hogy csomóan csinálják ezt szerintem, én nem. Hogy felmennek és elkezdenek flörtölgetni ilyen oldalakon, csak az izgalom kedvéért. Mert ahogy te is elmondtad, itt azért 10 millió számra vannak anonim felhasználók, akik egyébként csak felmennek, aztán elkezdenek itt gyakorlatilag srácokkal, csajokkal csetelgetni. Na de ha én anonimként megyek fel, akkor igen? Hogy adják ki az adatomat? Vagy hogy tudják ellopni? Én most ezt beütöttem, az a vicc egyébként, hogy magyar oldal jön, tehát magyarul jön föl, csak halkan mondom. Ha én anonim módon, azt is írja, 38 millió 120 ezer anonim tag van most, akkor nekem hogy viszik el az adatomat? Hát valahogy beregisztrálsz, nem tudom, hát valamilyen profil, meg kell azért megadsz, azért valami. Nyilván valamit ki kell tölteni, igen. És köszönt a gép, hogy szia, Feri. Kezd el, igen. Igen. Nem, erről a gépről sose csinálom. Szia, kis gazdám. Itt vagyok. Visszaköszönt, igen. Rendelkezés nálam, indulhatunk. Visszamosolygott, szia, Feri, itt vagyok, már régen találkoztunk. Merre jártál eddig, kis gazdám? Nem köszönt az oldal? E-mail cím, nem az a Rákóczi, kukac, freemail.hu. Kezd el, családi állapotod, ezt kérdezi. Egyedülálló férfi keres nőket, elkötelezett férfi keres nőket. Na itt ki az, aki beírja például, hogy nős? Hát
Tehát, hogy családi állapota... Nős. Hát de ez pont arról szól, hát arról hogy te tudd, aki fölmész erre, tudd, hogy terelni akarsz, nem? Nem kell terelned. Nem. Hát nem, a normál társkereső arról szól, hogy fölmész és letagadod azt, hogy van valakit, és meg tudsz sejözni. Itt fölmész, és azt mondod, hogy figyelj, van egy feleségem, van három gyerekem, rohadtul unom, te ki vagy, van egy férjem, tök hülye, nem kap el rendesen, találkozunk. Tehát ez egy felvállalt dolog, ahol tudod, hogy olyanok vannak fönt, akinek kapcsolata vagy, nem kell terelni, ez pont arról szól, hogy őszinte lehetsz, és nem kell hazudnod magadról, te már úgy mész föl, hogy van valakid, és aznak, akivel találkozol, valószínűleg annak is van valakie, nincs hazudozás. És ettől izgalmasabb? Egyszerűbb, szókimondóbb, lényegre törőbb, célra törőbb. Neked is van, nekem is van, nem akarok többet, nem ülök ott a küszöbödön. Nem akarok gyereket, ennyi. Kalandot keresek, szexelünk egyet, és utána megy mindenki vissza a saját életébe. Tehát nincs ez a letagadom, hazudok, máshova viszem, közben a feleségem csörög, hanem itt kimondottan azok mennek, akik ugye tudják, hogy nekik is van valakijük, illetve az ellenkező neműnek is van valakije. És akkor csak ennyi? Tehát mik az itinerek? Mik a Hakinen. Ja, nem. Igen. Azt mondja, milyen magas vagy, Jani, mert most téged regisztrállak be. Engem? Hát persze, hát most nem gondolod. Hát mivel ez egy anonim 182, picit összementem. Súly? Kimostak. Súly, azt aha. mondja, hogy legyen várja ideális alkat, akkor legyen hát mondjuk, legyen, nem, hát egy 80-as, hát 182 szerintem. Na most hát ezen ismert emberek is felnek, gyerekek. Ne, hazudjunk, nem vagyok kigyúrt. Mondjuk el. Hát ők rengeteg ismert ember is fent van ezen az oldalon. Tehát, hogy külföldiek, hollywoodi celebritások, tehát rengetegen vannak fönn, akiknek ha kiderül a neve, akkor óriási nagy boom lesz. Mert ugye kiderül, hogy kik azok, akik egyébként felmentek. Hoppa. És közben feleségük van, férjük van, és hát megcsalják, hogy meg akarták csalni a párjukat. Ez semmit nem bizonyít, hogy valami történt, nem? Tehát csak azt mondtad, hogy te fent vagy ezen az oldalon. Egy enyhén gyanú azért lenne. Otthon nem örülnek. Szerintem nem. Nehéz kimagyarázni otthon, hogy anya semmi nem volt, csak keresgéltem. Hát, igen. Na, igen. Mit csinálsz te egy olyan oldalon, ahol egyébként, igen, teljesen egyértelműen az oldal az arról szól, hogy csalfa férjek, feleségek, barátok, barátnők keresik a párjukat. Hát ez flörtölés, tehát hogy ez teljesen egyértelműen. Tehát, kicsit én ezt továbbvinném, mint flörtölést. Hát nem? Jó, hát én csak flörtölnék, te továbbvinnéd, hát nem vagyunk egyformák. Ugye erre 16 évesen csináltam olyat, hogy fölmentem, nem akarok senkivel találkozni, csak futtatom magam. Hát ez arról szól, hogy szexelni akarsz, nem? Fölmész, hogy megbeszélsz egy randit, majd nem mész el, és akkor meglesed valahonnan? Vagy te... Szerintem van ilyen, hogy valaki csak az íze kedvéért, hogy egy eleve, hogy tényleg, hogy valakivel csetelgethessél egy olyan témáról, amiről egyébként a feleségeden kívül normál esetben nem szoktál beszélgetni. A regisztrációs lapnál tartok most a Jani nevére, hogy van egy olyan, hogy szándék. Abban benne van, hogy virtuális kaland, hol erotikus el, csevegés. Elbeírtam, hogy kompasz. Virtuális kaland, erotikus csevegés. Ha ezt beírom, akkor már védve így vagyok, van, nem? Így van. Semmit nem csináltak, bent van. Virtuális kaland, erotikus csevegés, 1,82 magas, 80 kiló sportos, szörnyű barna szemű, kopasz. Szörnyű kiderül az igazság. Erotikus csevegésnél vannak ilyen határérték, hogy mit tudom én, egy 10-es lista, 10-es, írd be, 10 plusz. 11. Bármi. Ebben az a durva, hogy te fölmész és nem rejted el magad, mert azt hiszed, hogy anonim vagy. Ide föltöltöd a vágyaidat, az igényeidet, az aberrációidat, tehát mindent. És igazából, ugye, ha téged a feleséged meglát ezen az oldalon, akkor megtud rólad mindent. És az nem az, amit te otthon kapsz, aha. És nem az, amit ő adott neked. Tehát ebben az a szörnyű, hogy ugye kiderül, hogy te mire vágysz, mit nem kaptál meg otthon, milyen vágyálmaid vannak, mennyire vagy bizarr, és milyen dolgokat szeretnél. Igen. Beleülnél egy mangóba? Egy mangóba? Tehát, és a hekkerek azt mondják, hogy azok sincsenek biztonságban, akik csak keresgéltek. Akik csak úgy fölmentek, csak Feri. Úgy egy kicsit keresgélni, mert hogy állítólag mindent. Mindent. Földobnak majd. Míg a hekkerek azok ilyen... Sok kibúbolt hagyták. A hekkerek ilyen önjelölt igazságszolgáltatók? Vagy erről mi derül ki számukra? Egyszerűen irigyek. Irigyek? Irigyek. Valószínű, hogy pattanásos 16 éves szűz izzadságszagú kamaszfiúk, nem? Zsülök. Akkor zsűre regisztrálok. És az, hogy neked férjed van, viszonyod is van, igen, jó, akkor... Most ez miért neked... fáj neked zsűr? De tényleg zsűr, miért csináltok ilyet? Én nem ismerem a ti szubkultúrátokat. Miért fáj az nektek, hogy más itt szeret szexelni? Miért kell, ha 130 millió embernek megkeseríteni az életét? Meg akarja csalni a feleségét, csalja meg. Miért vagytok erre irigyek? Miért irigyek erre a hekkerek egyébként, nem?
Na most persze kussolsz. Azért az kemény, gyerekek. Tehát fönt vagy egy ilyen, és ez csak jön, hogy föltörték az oldalt, és nem sokára kiadják az adataidat, azért az nagyon, nagyon kemény. Na, nézzük meg, jó, hogy hát van olyan hallgatónk, aki már felfedezte ismerősét ilyen oldalon, vagy megtalálta a saját párját hasonló oldalon. Nézzük meg azon élethelyzeteket, amikor te nem tudtad a férjedről, feleségedről, hogy megcsal, de nem úgy jöttél rá, mert az már volt téma, hogy rúcsfoltos volt az ing, vagy színházjegyet találtál a belső zsebében, vagy két darab autós moziba szóló jegyet, és te 10 éve nem voltál autós moziban, hanem hát ha találunk olyan hallgatót, aki megtalálta a férjét, a feleségét, a barátja feleségét, az ismerőse férjét egy-egy ilyen oldalon, hogy akkor mit csinálsz? Amikor rájössz, hogy a te férjed, feleséged valahol valakivel hirdeti magát, csetel, flörtöl, fönt van egy oldalom, vagy csak a hátad mögött titokban randizik. De meglátod a feleséget. Ez lehet inflagranti rajta kapás is, hogy egy kávézóba beültél, vagy rányítottál a férjedre, feleségedre. Tehát amikor megtudtad, rájöttél. Jó? És kézzel, ha megláttál egy képet a feleségedről, ami mondjuk az esküvőtökön készült, csak éppen tele vagy róla vágva. Na, az nagyon. Tehát ott áll mennyecske ruhába. Az te nem vagy rajta valami. Az valóban szörnyű. Zsül Klassz FM-es e-mail címére nem tudok regisztrálni, azt mondja, már rajta van a rendszeren. Ne, ő a hacker oldalon van. Hát szolgáltassunk igazságot a sok szemét, ha csalja a férjét, a feleségét. Egyébként gyerekek, mind megcsalás valóban elítélendő, de én csak a hackerek motivációját nem értem, hogy mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja, nem? Hogy miért akarnak ők igazságszolgálatot? Hát egyrészt szerintem technikailag ez nagy dolog megcsinálni, tehát ezzel büszke lehetsz hackerként. Biztos. A kihívás. A kihívás, de tényleg egy oldalt feltörni és elhozni az adatokat, ezek ezért csinálják. Meg a legszebb öröm a kár. Hát, valószínű, igen. Na, ki az, aki már látta férjét, feleségét hasonló szituációban, kapta rajta, jött rá, vagy leplezte le hasonló oldalon, vagy hagyta nyitva a gépét a felesége, és látta, hogy bent van egy csetszobában, és szörnyű dolog. Beszélgetnek így már van. Meg egy lehúzott redőnyű sötét szobáról és egy kecskéről. Tehát, hogy mi olyan dolgot láttál meg, amiből kiderült, hogy a férjed feleséged. Igen. Találta már meg a feleségét két útkaporok között izzadva. Az erős inflagranti, de hát a jön ilyen is. Jó? A Morning Show Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Wolf Kati, az egyetlen farkas, amelyik sütni tud. Jézus. Nem már. Bocs. Jaj, kicsit elborult az agyam. Ez a kesú toll van be. Gyerekek, bevert a kesűnik. De egyébként tényleg, nem? A legjobb. Ez egy nagyon jó kis dal. Szám, nem? Szám, így van, Balázs szám. Akarimász Wolf, Kati szám, Jani szám, Feri szám. Kutya szám. Na, itt vagyunk, egy érdekes témáról beszéltünk. A hírek előtt feltörték a világ legnagyobb, kifejezetten félrelépésre buzdító alkalmi társkereső oldalát, aki valaha is regisztrált retteket, 124 millió felhasználó van, 37 millió anonim taggal, és hát hűtlenségre buzdít az oldal. Most nem akarunk moralizálni, és magáról a hűtlenségről beszélni. Nyilván nem jó, soha ezt az ember átéli, nem buzdítunk senkit se arra, hogy ezt tegye meg, és nem is azért humorizálunk, mert hogy ezt a dolgot nem ítéljük el. Egyszerűen csak arról beszélgetünk, hogy egyrészt milyen oka van, vagy miért törik föl az ilyen oldalakat a hackerek. Kettő, nyilván sokak életében megtörtént már az, hogy rajta kapták a párjukat, hogy fönt volt valami hasonló oldalon, vagy a barátod, feleségét láttad meg ilyen oldalon, ismerősödet vetted észre ilyen oldalon, mesztelen fotót láttál a férjedről, ahogy ül a kedvenc karosszéketekben éppen az altestét fotózva, és tölti föl egy oldalra. Tehát olyan SMS-eket, e-maileket várunk, vagy Facebook hozzászólásokat, amikor arról árulkodnak, amikor te tényleg rájöttél arra, vagy megtaláltál valakit hasonló oldalon, nem a klasszikus lebukásos, telefonba belenézős, színház, így a belső zsebben történeteket várunk, hanem amikor ilyen hasonló oldalon, az online világban találtad te meg a férjedet, feleségedet, és jöttél rá, hogy chatszobákban, társkereső oldalakban mulatja az időt. Hát gyerekek, elképesztő SMS-ek vannak. Amikor arcról ugye nem tudtad beazonosítani a férjedet, de kiszúrtad hátra mögött a vitrínben a porcelán pásztorlánykát, amit még anyádéktól kaptam. Igen, illetve megismerted az anyajegyet ott alul, tudtad, hogy ilyen csak a te férjed. Csak neki. Igen. Igen. Azt írja nekünk, hogy egy hallgató, hogy hackereket a pénz motiválja, a fekete piacon rengeteg pénzt fizetnek
az adatokért, ezt programozóként üzenem. Tehát, hogy ez lehet az oka annak, hogy például feltörnek egy ilyen oldalt. Ma nyilván magát az oldalt is megzsarolják, hogy fizessen, nem tudom, 10 millió dollárt, és akkor nem teszik közé ezeket az adatokat, nem tudjuk. Na, Zsuzsi itt van velünk, egy hallgatónk. Hello, Zsuzsi, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Na, te Németországból hívsz most éppen minket? Igen. Én innen hallgatlak benneteket minden reggel. Jaj, de jó, mit csinálsz ott? Én most tanulok, már félhez mentem, és még mindig tanulom a német nyelvet. De, és német hát, férjed igen, van? Igen, ő teljesen német. Hát akkor tudsz minden nap nyelvet gyakorolni. Igen. És már sok mindent tudtok egymásról? Igen. Jól beszélsz igen. Már németül egyébként? Tehát kezd benni? Ja! Mondjuk úgy, hogy ha el akarok valakit küldeni oda abba a bizonyos helyre, akkor azt már igen meg tudom tenni. Hát nyilván ez volt az első, amit megtanult. Ez jó lépés. Na, mi történt vele, Zsuzsi, vagy te hogy vetted észre, hogy gondolom az exedről van akkor szó, hogy, igen, hogy, igen, hogy igen. Ő fönt van valamilyen oldalon? Igen, hát ez úgy volt, hogy én még nála laktam, de csak ilyen mondjuk úgy távkapcsolat volt. És ugye én nem eljöttem hozzá, ő magyar volt, és hát ő szeretett azon kívül együtt lenni másokkal is, addig, amíg mi nem voltunk ugye együtt, hogy fellátogatott erre az Easy Flirt DR-re, és én ugye otthon voltam nála, ő elment dolgozni, és akkor ő mindig mondta, hogy hát itt hagyom a komputert, és akkor nézhet valami filmet, és akkor ugye én akartam neki venni valamit az eBay-n, uh-huh. És ahogy bejutottam ezt az E-betűt, abban a pillanatban kiadta az egész listát, és ez volt az első, hogy Easy Flirt DE. Aha. Tehát az előzmények igen. Kategóriával ezek előugrottak. Igen. És hát belenéztem, ugye remegő kézzel, hogy mi ez, és elolvastam róla, hogy hát forró csoki esténként. Átbeszélgetett. Aranyzuhany, forró csoki, aranyeső, igen, tudjuk ezek mit jelentenek. Forró csoki. Barna és csempe rózsaszín fugával, ezt most már én is tudom, hogy mit jelent, még volt, amikor nem tudtam. Igen, volt ez a olajmasszázs, és megértő vagyok, és többé. Mondjuk eddig a forró csoki a legjobb, tehát ezt kivezetné neki, hogy azt milyen formában kell. Ki adja kinek mit, de ezt most nem tudjuk megbeszélni, de tetszik persze, a dolog. Tehát ez jól hangzik, hogy gyere föl hozzám egy jó forró csoki. Igen. Kamcsatka és obládi obládá. Én is szegényként, és azért így látni az exedet, nyilván szörnyű, hogy mióta voltatok együtt? 5 évig voltunk. 5 éve, te jó Isten, és kiderült, hogy mit csinált ezekkel a lányokkal? Tehát, hogy nyilván volt kapcsolata is velük, igen, nem? Tehát, hát, hogy szexelt. Kiderült az is, hogy hát mi az 5 év alatt, ugye ő 2 évet plusz csalt egy másik lánya. Atya Isten, szegénykém. Úgyhogy igen, ez nagyon... És hogy nagyon, volt, rákérdeztél, vagy odavitted a géphez, és úgy szembesítetted vele, hogy már le se tudja tagadni? Hát én igazából oda raktam elé, hát ugye megvártam, még hazajön, és... az asztalra felraktam neki az ebédlő asztalra a gépet, és amikor belépett a ajtón, akkor egyből látta, hogy hát az ő profilképe látszódik a gépen. Nem is nagyon tudta akkor... kimagyarázni, gondolom, nem? Vagy nem, nem próbáltam? Nem. Azt mondta, hogy ő már ezzel nincsen rajta, csak nem tudja kitörölni ezt az oldalt. Uh-huh. Na most, ugye akkor még annyira nem... hát utána még mondjuk úgy, hogy volt pár próbálkozásunk, és az utolsó próbálkozás, vagy hát az utolsó löket, ami miatt szétmentünk, az azért volt, mert összejött ugye egy másik lánya, és ő neki egy nagyon szép videót ragoz fel a másik videó megosztó portálon. És... Na jó, de akkor most már igazival vagy, tehát most már az a mostani igen, nem csinálja. Igen, most már két éve az igazival vagyok. De jó. Úgyhogy ő mindent újra megtanított nekem, mi az a szerelem igazából. Na hát reméljük akkor ez sokáig tart. Köszi, hogy elmondtad a sztoridat. Én köszönöm. Köszi. Ja, és további szép napot, igen. Adják vissza Palit, mondd meg neki. Mondd meg a Hertán. adják vissza Dárdai Pál. Igen. Köszönjük, ciao. Szép napot nektek, hello. Azért a párodat meglátod, hogy forró csokit vállalunk.
hogy azért így hát nem akarom meglátni a férjemet, vagy meg, mert ugye a feleségre, hogy a férjedet meglátod forró csoki. Ízlés olajos tolga. Masszás, tájmasszás, forró csoki, aranyeső. Én a páromat egy meleg oldalon találtam meg, ahol kiretusált fotókkal hirdette magát 100 euróért. Gyerekek, hát azért nem akármilyen SMS-ek jönnek egyébként. Tényleg milyen elképesztő, amikor a párodat ismerősödet megtalálod egy-egy ilyen oldalon. Nekem úgy derül ki, hogy megcsal a volt barátnőm, hogy nem hitte el, hogy annó hackerkedtem, kérte, mutassa meg, hogy képes vagyok rá. Ott a szeme láttára nézte meg a regisztrációját, fotóit, beszélgetéseit. Mondtam, hogy kölcsön adom a bőröndömet, amíg elpakolt tőlem. Ezt Áki küldte nekünk. Egy haverom átküldött egy linket, ahol a legjobb barátunk asszonykája kemény masszázs ígéretével hirdette magát álnéven. Szólsz a havernak? Hogyne? Hát a barátodról van szó azonnal, persze. Hogyne? Persze, hogy kiderült a dolog, a barátságnak kampó lett, nem értem miért. Ez egy érdekes dolog. Látod, hogy itt csak az összes közös ismerősünket dobtam át a linket. Ha még tudnák, milyen ügyes volt az asszonyka. Gabesz küldte nekünk. Az egyik barátnőm megtalálta a férjét egy társkereső oldalon, ült a gép előtt a székben, és lefényképezte a péniszét. A férje aztán a barátnőm felismerte a szőnyeget a nappaliban. Jézus. Mikor hazért, kérdőre vonta és bevallotta, hogy ő persze nem csinált semmit, csak kíváncsi volt, hogy mit lehet csinálni egy ilyen oldalon. Atyaisten. Én egyszer úgy álltam, hogy beléptem a párom e-mailjébe, nyitva hagyta, és a legnagyobb meglepetésemre a kedves hölgy mesztelen fotójával szembesültem. Első gondolatom az volt, hogy na azért én jobb vagyok. Igen. Ez mondjuk jó. Azért a párodat megtalál mesztelenül, hogy fotózza a kis marsalbotot, nem? Ül egy terpeszve a kedvenc karonszőnyegbe, és ott van a hátul meg a kedvenc szőnyegetek, de gondolj bele tényleg, hogy egy világ oblik össze. És egy érettségiző fotót már nem is tudott volna magáról fölrakni nyakkendőben, öltönyben, stb. Neki egy olyat kellett, amin látszik minden. Igen. Itt van velünk Laci, halló Laci, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Mi történt veled? Hát kérlek szépen, én véletlenül vettem észre a páromnak a laptopján, hogy beregisztrált egy társkereső oldalra, megkérdeztem, na ez mi? Mondta, hogy csak visszaigazolás kép, mert most ment vissza dolgozni, és hogy milyenek a visszacsatolások, etc. Én naív emberként ezt el is hittem. Aztán pár hónappal később találtam egy levelet, hogy így drága, úgy drága, megkérdezi, hogy milyen, mondja, hogy ez csak egy látói dolog, idézek tovább a levélből, és akkor bevallotta, hogy igen, ezen a társkereső oldalon megismerkedett valakivel, aki a szeretője lett, és azóta válunk. És azóta váltok is. Aha. Ez elképesztő. De nem sajnálod? De a legrosszabb az, nem, egyáltalán nem. De a legjobban az zavar, hogy ő magát mindig úgy állította be, hogy a becsület lovagja, meg hogy ő milyen őszinte, és végig megvezetett. Hát ez a legdurvább, amikor igen, az ember az ismerősét találja meg, vagy sőt, mint a párját találja meg, hát ez szörnyű, de villámcsapásként éri az ember, ez csak látod a profilját, hogy hirdeti magát, mit mond magáról, hát ez nagyon kemény, nem is nagyon lehet ezen túllépni, vagy hát nyilván nehezem, persze. Figyelj, én úgy gondolom, őszintébb lett volna, és azt mondja, hogy akkor kész, ennyi, váljunk el. Persze, hát nem titokba csinálja, igen. Azóta van valaki? Ő részéről nem tudom, én várom, hogy befejeződjön a válás, és akkor én most egyelőre ezzel foglalkozom. Túl lennél rajta, igen. Hát kitartás, köszi, hogy elmondtad. Köszi szépen, további szép napot. Ciao, hello. Köszi. Hello. Beti írja, hogy egy ismerősöm újdönsült feleségét fedeztem fel egy bannerban, ami pornós oldalt reklámozott. Először nem hittem a szememnek, de aztán csak megkerestem az oldalon a teljes videóját. Nagyon durva dolgokat láttam, amúgy templomban járó keresztény lány. Ezt... Nem zárja ki a kettő egymást. Igen, így van, valahol meg kell gyónni. Így. Sógorom Mad Max néven írogatott cifrákat. Szájpeckes oldalon elfelejtett kilépni, és a gyerekei találtak rá. Az nagyon kellene. Azért az is kemény, igen. Én anyunak segítettem társkereső regisztrálni, amikor véletlenül megláttam a párom adatlapját. Egy új alprofilt csinálva még egy randit is lebeszéltem így a párommal, miközben beszélgettünk, hívtam telefonon, de nem vette fel természetesen, később azt mondta, hogy zuhanyzott, azért nem tudta. És közben vele csetelt. De kemény. És közben vele csetelt. Szóval azért hát vannak ilyen szép történetek. Na jól van. Asszus.
nem tudok regisztrálni, mert be akartam én, hogy felhasználó név Angela, és csak Angela 638 le. Írd be, Csoki Ice 4022. Forró Csoki, forró Csoki. Szerintem megvagy. Nem, női néven regisztrálok. Miért? Pasikkal akarsz csetelni? Mi nem, csak... Egyre furább vágyait vannak. Pasi néven már benn van. Krisztoferzon segítézed a konvolyon, női néven regisztrálsz ilyen oldalakra. Itt lassan forró Csoki lesz. És jelenleg a nő keres nőt oldalak. Meg ne lássanak aztán egy oldalon, kicsi ügyes kezek forró csoki masszást ígérnek. 1,60 vagyok, de nagyon birgont, ugye? Nehogy aztán felfedezzelek, mert még elmegyek. Igen, várom a postafiókat címemre, Lőrinci Zúzógép jelig. Abból tudom, hogy te vagy. Lőrinci Zúzógép. Rádírok SMS-ben, te vagy az, Jani. Lőrinci Zúzógép. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Póthaj használata hajhosszabbításra. Aha. 1 perc alatt feltehető, 3 másodperc, 3 pattintással másodpercek alatt elvégezhető. Egyszerű, de fontos a póthaj ápolása, erről ír. Hosszú távon szeretné használni a póthajtincseket, rendszeresen ápolja őket. Argán olajos, kreatinos hajápoló készítményeket is meg lehet venni egyébként. Ultrás vízben. 3 darab hajtő felé álló hajcsat van még ott, amit használhatunk, és 1-4 hajcsíkot feltehetünk, nyilván opcionális a dolog, 3 pattintással, ahogy mondtam, másodpercek alatt lerakható a póthaj. Miből van egy ilyen póthaj? Igazi hajból. Mi? Mekkora paradoxon hallod? Igazi, hello Juli, igazi hajból van, tényleg? Aha. Tehát valakinek a haját így fogjuk van most betenni a Balázs hajába? De természetes úton úgy telferi, ne legyenek aggályai. A haj? Valamit néztünk, hogy tetűpoloska. Hát ez az. A tulajdonos. Bármi, amivel ez érezett a hajszerkezetet, biztos vegykezelték valamivel, nem? Persze, hát ezekkel nagyon komolyan le vannak kezelve, itt nem lehet benne semmiféle. Se serke, te, se te semmi. Te a nagy póthaj szakértő. De jó lenne benne némi kis serke. Nincs annál szexibb egyébként, amikor egy nőnek póthaja van, és így megsimogatod a fejét, és így hátul érzed, ahogy így a kis varratok, tudod, így kijönnek, és úgy simogatod, hogy mindig egy ilyen kis dombot így belesimogat. Agyműtét vagy póthaj? Fú, de utálom. Tehát reménykedsz, hogy a második. Ah, igen. Lobotómia. A kevés hajú nők szeretik, de szerintem még a kevés haj is jobb megoldás, mint a póthaj. Tehát, hogy tényleg, drága csajok, higgyétek el, hogy a póthaj nem megoldás. Lehet nem szexi, egy rövid haj. Nem jó, látszik rajta, hogy póthaj. Amikor hozzányúlsz a fejhez és megsimogatod, akkor tényleg érzed, így felsziszent, hogy jaj, ezt nem akartam tudni, hogy neked ott be van varva valami. Nem igazán jó, nem igazán jó a póthaj. Bocsás, hát. Úgy beszélsz, mondjuk még ki se próbáltuk. De hát most nem magamon nem jó a póthaj, hanem csajon nem szerettem érezni soha a póthajat. Becsippentettem a Vikinek, és neki tök jól állt. Ezt a szőkét? Nem, a barnát. Ja. Mi, te már beraktad? Be. Igen? Ti már ezen kísérleteztetek tegnap? Tegnap, igen. Tényleg? Kipróbáltuk. És 1 perc alatt lehet föltenni? Azt ígéri, igen, maga a termék? Csinálok egy választékot a arany szőke fürtjeit között. Na, ragd ide be hátra, gyere. Jó? Nem hátra rakom, hát oldalra kell. Hát úgy szeretik. Mi hát most... nem oldalra, hát hátra, hogy mint ilyen kicsit ilyen de lehet, kocsortincs megnőtt is lehet. Hátul nőjön. Jó, hátul növesztem. Ilyen Bundesligáson hátul nőjön? Jó, rakd be akkor hátra. Jó? Na, egy percet állít, ugye? 1 percet állít és 3 csettintést. Mindegyiket tudjuk mérni. Igen, minden tincsen 3 ilyen becsettintős. Jó. Van, egyetértünk vele, hogy a póthaj azért nem túl szerencsés, nem szeretjük a nőkön a póthajat, nem, ugye? Nem, mi inkább maradunk sinőd a konalnál. Fog fel a haját. Figyelj! Na most várj, két emberem? Jó. Laci, semmiben ne reménykedj, jó? És elkezdve simogasd, légy szíves, simogasd a fejem, légy szíves, na ne simogasd az én fejem. Laci, jó? Oké. Ne simogasd a fejem. Óra, indul. Óra indul, igen. Na, 1 perc alatt. Kicsit megnyalt az. Júli, nem bajám, hogy tényleg nem szögbelövőként használod ezeket. Tehát azért léket nem kell ütni a koponyámra, konkrétan belém állt a hajcsat. Itt a következő. Igen. 15 másodperc telt el eddig, és egyébként... alakul a frizura. Egyébként, fene vigyel, tetszik. Melléted. Ja, finoman a csatot létsz, mert már konkrétan 3 ütőeret vágtatok át, jó? Tehát valahogy úgy csatoljátok be, hogy de jó. Nem érezzek 1982 kelet-német popsztár. Nagyon nézd jó. Meg. Gyerekek.
9:18 ülőjött 102, és a hajad még mindig szar. Nem szar. Jó, kicsim, nem hát, ugye, szar. Alakul, nem alakul. Szar. Jó, azt mondja, hogy most vagyunk fél percnél egyik, illetve nem, már 3/4. Na jó, de már kettőt betettő. Laci, Léci, ne tűnj bele hátulról a hajamba, úgyhogy előre dobott. Tehát ne gondoljuk túl azért nagyon ezt a dolgot. Jó. Jó. Fie, mindjárt megtépi a hajamat, elkezd folytogatni. Nem, nem. Szörnyű dolgok történnek velem. Mind a hármat? Igen, de most az van, hogy az egy perces mítosz az most megdőlt, tehát a fele nem igaz. De nem, egyet tesz be egy perc alatt. Jó, de egynek mi értelme van? Ő azt írja, hogy egy perc alatt teszed be az egyet. Igen. Ők most vannak egy percnél, és a harmadikat teszünk. Három perc alatt hármat. De azt is mondja, hogy nem kell hozzá két ember még pluszba. Jó, illetve azt sem állítja. Na! Meg tudja? Cica fiú! Kutya fáját! Hát nekem ez tetszik! Fordulj meg egy picit! Kicim! Nem. Na, milyen jó? Hát nem úgy jó, nagyon jó! Bizarr? Aha, egy picit. Kicsit fordulj meg, mert a hátulját nem látjuk. Előről nagyon jó. Megtépnél? Ja, és nem... Fie. Hát nem, most. Hello, Csabi. Nem kell dobálni a fejedet. Most énekelt, hogy Final Countdown, tessék. Gyerekek, jó egyébként, nyilván csajoknak, persze értelemszerűen. Érdekes. Érdekes egy picit. Ki van még váltam mögött? Teljesen, Juli, Juli, megnyugodhatsz, teljesen természetes esély. Ne pulziszkodjál már, kérlek. Én azt javasolom, hogy festes utána. Picit lenőtt. Picit előtt a szín. Igen, a tövénél már picit lelőtt egy ilyen, lenőtt egy ilyen 30 centi hosszan. És kényelmes? Sinike vagy egyébként. De igen? De százasért megsimogatod? Nem, inkább fizetik, hogy három század dobott, van 200 simogatása. Két Erzsébet utalványért bármi. Egy 300-as Erzsit dobtam be. Arra jó vagy nálam, több körre is. Nagyon jó. Fejhallgató nélkül fotozzátok le. Tényleg, vedd már le egy pillanat. És küldjetek át nekem, küldjetek át nekem. Na, még fejhallgató nélkül is nyugodtan, akkor még egyet. Jó? Kicsit nem. Így mondjuk Bundesligás, hogy csak hátul van, de nem rossz. Az a baj, hogy nem kértünk picit, be kettőt, hogy így dobd előre. Nagyon kicsit. Jó, nagyon jó. Picit. De ezt élvezed, esküszöm. Igen, nem értél igazán, nem Istenem. Volt fotó. A Viki nincs otthon, én a ruháját is felkapom kicsit. Néha illegetem magam magas sarkúban a tükör előtt. Yeah. Finom kis rózsaszín bugyiban, nincs ezzel baj. Na, megadjuk, mit ígér bármit is ez a termékről, hogy egy perc alatt fölrakható, ezt megadjuk. Ezt megadjuk. De azért ezt csajra is föl kéne tenni, hogy mennyire ütel, mert rajtam azért ez viszonylag életidegen. Nem. Ne. Tök jó, szerint, max a színe. Így van, szerintem nem kell ennyire szerénynek lennie, Frau Rummenigge. Kicsit Bundesligában menjünk. Jó, feltettünk egy-két képet, hogy azok számára is élvezhető legyen nyilván ez a dolog, akik csak ezt kevésbé tudják vizuálisan élvezni. Holnapig maradhat rajta? Maradhat rajta, Júli, holnapig? Lehet, mikor kell aludni? Visszaadnunk? Csak ezt... Aludni nem, mert leveszed. Ha be van varva, akkor azzal alszol. Hát ezt gondolom, hogy nem kezded el kicsit. Aha, és de hazaviszed a lányt hosszú hajjal, és reggelre meg... Aha. És reggelre és röviden. Nincs annál szem, mint amikor tényleg megsimogatod, és érzed hátul, hogy... A cipőm, a bugyim, a hajam. És akkor hogy vagy, ha csaj vagy, akkor ezt így lerakod az éjjeli szekrényre, és igen. Reggel fölébredsz, mint Richard Gere, Julia Roberts, nem, vele, csak hogy ez paróka volt. Tehát nem az a lényeg, tehát egy nagy buli előtt ezeket becsattogtatod a hajadba, de egyébként vannak ilyen kék tincsek, meg kék szőke, meg zöld kék, meg mindenféle színkombinációk, és elmész, és ezzel dobod fel a hajadat. De kicsit hazudsz akkor. És a sminkkel nem hazudsz. Mármint, hogy hazugság a kék haj? Ez nem csak színes haj, tehát ez tényleg arra hajpótlás, hogy dúsabb hajúnak küzdő. Akkor ronda, ha az igazi hajszínettől elűt, és látszik, hogy vagy lenőtt, vagy más színű. Rakjuk már be az Annának. Jó, rakjuk. Csak rakjuk. Jó, de kicsit kétségbe se kerül, hogy egyedül, tehát én legalább nem tudom levenni. Egy literes unikumot hozzatok előtte, ne. Szemtelen! A hajra gondolunk. Na. Bele is pirultam. Egyet azért hagyjál fönt, jó? Ne vedd az összeset. Kényelmes, nem nyom? Jó, hercegnőnek lenni, szeretek. Hejcegnő vagyok, hogy szól a vicc is. Akkor ugye? Ilyet látunk akkor, amikor azt látjuk, mondjuk egy celeb nőnek vagy hölgynek a Facebook oldalán, hogy hirtelen hosszú haj. Egyik nap rövid haj, másik nap hosszú haj. Van már, hogy szépen meg tudják csinálni, de leginkább azért, amikor hozzáérsz, tényleg kiderül, hogy pótolj. Most a legszörű, mert levett egyet, és még fél oldalt megmaradt. Tehát most azért mondtam. Egy ilyen erős hajhullás után még így a fele megmaradt azért. Most mint a mesék a kriptából sorozat. Kis föltekerést. Így van.
Iszunk valami? Jó, oké. Okay. És tekerem az ujjammal. Meghívsz egy Virgin Mojitóra? Tudom, hogy romantikus alkat vagy, de még egyszer ne táncolj a savas esőben. Várj, jó, Júli, meg ez nagyon fáj. Úgy néz ki, hogyha egy darabon kihullott volna a faja, de azért maradt volna még egy-két hosszabb tincs. Ez most ilyen kicsit megtépett hiéna vagyok. Igen, tehát, végső fázis, menj a karanténba. Itt már szörnyű dolgok csinálnak, már csomókban hullik a hajam. Jó, ha bárki bármilyen terméket lát továbbra is, küldjétek nekünk, jó? De nagyon-nagyon fontos, hogy helytegnős legyen. Reklámot nem kell elküldeni a terméket, nem kell megvenni, csak írjátok meg nekünk morningshow@classfm.hu, mit láttátok, hol láttátok, mi a termék neve, beszerezzük, leteszteljük. Kipróbáljuk, nalancsizdeljük. Tényleg jó egyébként. Jó, szívesen tesztelünk bármit, úgyhogy küldjetek Annának el. Annának színben jó lesz. Annának egyébként tényleg színben abszolút passzol. Hát igen, lenőtt a lenőtt az abszolút. De aranyos vagy, köszi. Csubakka. Nem, egyébként tényleg jó. Mármint, hogy hasonló a két szín. Igen. Abszolút hasonló a két szín. Te ja, volt valaha póthajad, Anna? Soha az soha. Életben nem volt. Nem szereted az ilyen női trükköket, praktikákat? Nem, inkább a férfi trükköket. Nagyon jó. Figyelj, neked viszont egyébként kezd jó lenni. Tehát azon. Meg sem mondom. Ugyanaz. Anna, meg sem mondom. Mert a két hajszín valamire egyezik. Másik oldalra. Tehát igazi hajszíned és a póthajszíned tökéletesen megegyezik. Nagyon jó. Tényleg. És ha valaki szereti a retrót, az alulra is felpatint. Hát ahhoz kicsit rosszul. Igen. Jó, tényleg na, jó. Jó lett. Növezd meg a hajad, azt mondom. Jó van, oké. Annára fölkerült kettőt, tényleg úgy néz, most baloldalt még rövid a haja, hátul viszont hosszú. És ha nem tetszik a színe, akkor ezeket be is színezheted, vagy ezeket befesti neked a fodrász? Vagy eleve abban a színben kéred. De állítólag festhető a póthaj. Igen? Igen. Hát, hogyha olvastam ez igazi valahol. Haj, akkor még jó, hogy festhető. A múltkor hát olvastam a helycengő magazinban. Igen, fura, hogy jó vagy póthajból egyébként, ezért ez meglepett, hogy ennyire vágod a póthajat. Annának nem mondod meg, fordulj oldalt. Tényleg nem mondod meg egyébként. Tehát egy-egybe ugyanaz a két szín. Hallod? Helycengős jöttem én. Fiatalodtál egy 20-25 évet ezzel alján. Viszont kell belőle, vagy 40. Nem, 3-3-at egymás alá raksz, akkor megvan. Neked volt ilyen póthajad, Gyuli? Soha? Nem tettél be? Ne. Mondjuk igen. Igen. Konkrétan... Megrázom, és kiszállok belőle a vajon. Így van. Neked szerintem egy gólya család van a hajadban, annyira göndör, hogy ott... Igen, Gyulinak nem pattintani kell, hanem horgolni. Na jó, oké, föltettük a Facebookra a képet egyébként. Anna meg, hát egy az egyben. Már látom azt lelki szemben, hogy a szomszéd gyerek átszalad. Barbie néni, Anna kérje azt a Peter receptet. Mi van a ruha alatt? Mutassa meg, mi van a ruha alatt? Jó, oké, megadjuk ezt a terméket? Meg. Hozza, amit ígér, sajnos. Így ugye van. Mondhatni, hogy ez abszolút megadható. Helycegnő. De neked ez tényleg jól állat. Na, hát köszönöm. Abszolút. Hogyha egy picit korábbi jutott volna eszünkbe, akkor elvittem volna Balázst, és megforgattam volna a füredi a navállon. Úgy táncoltam volna kicsim a magas sarkúban, csak néznél egyébként, kedvedél a lábamat is leborotválom egyébként. Készen vagyok, apuci. Jó, figyelj, csini vagy. Két mohító után. Igen, komolyan szépre innálok. Én ittam már nőtt szépre, higgyétek el, van az az állapot, amikor az elején, buli elején nem tetszik, és szépre iszod a végére. Voltam, vittem úgy haza nőtt, hogy szépre ittam. Látod, és te mondtad a játékosnak, hogy mikor azt mondta, hogy a franciskára, hogy hát fogjuk rá, hogy na hát, hogy beszélhetsz, és nekem jó, meg, de hát mégis csak azért őszintén, persze, fiúk, be. Gyerekek, tudod, mit legyen, de te legyél a pasi. Azért tudnék mesélni régi portyázásokról, kellett ott sokat inni, de hát nincs a baj, ez a kalandozások kora. A kalandozások kora, hátrafelé nyilasztunk még sokat. A kalandozások kora volt, most már az ilyet az ember nem csinál, de hát szépre inni egy nőt, abban van a kihívás. Úgy, te ott ébredsz. És egyébként gyerekek, tényleg minden mojito után szépül. Tényleg van az a kategória, nem tudom. Főleg, ha ő fizet. Az mindegy, de hogy tényleg egyre szebb és szebb, és a végén már nagyon boldog vagy. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Egy érdekes hírre bukantunk Csonka Picivel kapcsolatban, aztán rájöttünk, hogy van még egy hír Csonka Picivel kapcsolatban, úgyhogy... Szinte forra levegő a Csonka Pici körül. Ekkora baj van a piacon. Igen, Csonka Pici körül forr a levegő, mert hogy hát egyrészt óriási felháborodás van most az ő nevével kapcsolatban, de nem miatta, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy musical kiírt egy szavazást, hogy ki legyen a Shreknek a hangja, ebben a bizonyos... Mármint a Szamárnak. A Szamárnak a hangja, igen, a Shrekes musicalben.
és torony magasan állítólag megnyerte Pici ezt a szavazást, és baromi sokan szavaztak, és Csonka Picit szerették volna, hogy legyen a szamár hangja, énekeljen ő szamár hangon, vagy alakítsa a szamarat. És mégsem nem. A Shrek-es műzikában. És mégis egyébként a színház úgy döntött, hogy a szavazás ellenére, amit egyébként ők hirdettek meg, szereplőválogatást írnak ki. Tehát, hogy nem egyértelmű, hogy a Pici lesz. Most képzelik. Vagy azon belül a szamár magyar hangja. És csak azért, mert mind a 8624 darab szavazat ugyanarról az IP címről érkezett. Csak ezért! Igen. Egyébként érdekes a dolog, önmagában azért, legyünk őszinték, nem egy túl nagy vihar, nem egy túl nagy laborban, de maga, hogy megint ez egy picit milyen magyaros, azért ez érdemes elidőzni ezen, nem? Hogy kiírnak maga az oldal, meg mindenki egy szavazás, hogy kedves néző, dönts el, szavazzon ön arról, hogy kit szeretne. Majd a hülye néző ugye felmegy, szavaz, és azt mondja, hogy hát ugye fontos, hogy szavazzak, persze, oké, hát akkor miért nem? Legyen a Csonka. A tisztelt nagy érdemű megszavazza. Majd a Csonkát, mondják, hogy majd nem. Azt mondják, hogy köszönjük a szavazatokat, kérjük a szereplőválogatást. Mi a francnak írták ki a szavazást? Köszönjük, hogy elküldték a véleményüket, de nem. Igen, tehát hogy ez nem is olyan értem. Ugye volt egy lista, és a listán ott volt a Csonka, és akkor a Csonkát mondták, hogy legyen a Csonka, jaj, de jó, hát akkor szavazom mindenki a Csonkát. Hát ilyen alapon akkor tényleg bárkit feltettek volna erre a listára. Miért kockáztatják azt, hogy majd a premier után ott az aula megtelik üvöltöző szülőkkel, síró gyerekekkel, mert hogy ez a szamár nem az a szamár. Fél, gyerekek megszokták, hogy akkor a szamárnak ő a hangja. Hát akkor bocsánat. Na most a szamár hangja várja a rajzfilmben, hogy a Kerekes József. Igen. Tehát ugye, hogy nem is a Pici az eredetiben. Ez a musicalben lesz. Igen. Azt írták ki, adtak alternatívákat? Azt tudja valaki, hogy lehetett választani háromból, hogy ki legyen, vagy azt mondták, hogy ki legyen a szamár hangja, és elkezdett beömleni a Csonka Pici. Ja, és akkor csak lehetett szavazni Csonka Picire és másra. Nem, én azt mondom, volt egy lista, és akkor ott volt Csonka Pici. Csonka Pici, Csonka Pici, Csonka Pici. Igen, Pici, vagy Csonka. Igen, csak ott volt még, mit tudom én, Bruce Willis, Brad Pitt, Harrison Ford. Őket sajnos nem tudták momentán elérni, mert más előgelfoglaltságuk volt. Ők nem váltak, és aztán Csonka Pici. De a szavazók között egyébként kisorsoltak két jegyet a darabra. Na most, akik szavaztak, az értelemszerűen nyilván nem erre a két jegyre szavaztak, hogy nem a két jegyért szavaztak, hanem tényleg szerették volna, hogy a pici legyen a szamár, de szereplőválogatások. Mi nem úgy csináltak, hogy kiírtak egy szereplőválogatást, lekastingoltak X embert, a castingból lett mondjuk 10 esélyes, és a 10 esélyest utána kiírták, és akkor már a picit választották, akkor már a pici lesz. Ugye? Mert ez túl logikus lett volna. Na, felhívjuk Csonka Andrást, megkérdezzük egyébként, hogy mit gondol erről. A másik, hogy az egyik ismert áruházlánc plakátján, amin vezeték nélküli csengőt hirdetnek, a név mellett jól olvasható a csengő hang is, mi is dúdoljuk veled, hogy ding-ding-dong. Vagyis a Csonka dalával hirdetnek egy csengőt. Azt játsza a csengő. Becsöngetsz valóba, és ding-ding-dong, megy a dong. Igen, és a Csonka dalával és a Csonkával hirdetik ezt a csengőt, igen. De az van a csengő, hogy Csé András? Nem, úgy van, hogy Csé, igen. Tehát, hogy persze, tehát Csé András. Az van a csengő, hogy Csé András, és azt játsza, hogy ding-ding-dong. Igen. És a Csonka erről tud? Hát arról, hogy létezik még az országban egy olyan ember, akinek Csével kezdődik a vezetékneve, és András a keresztneve. Jó, hát azért ez elég véleményes. Tehát nem? Hát én emlékszem annak idején egy olyan kampányra, amit mondjuk én tudom, mire. Nem akarok felidézni. Igen, jó. Köszönöm, emlékszünk rá mindannyian. Szóval, hogyha nem kérdezik meg róla, akkor ez véleményes. Ha Csé András van a csengő, akkor nyilván, nem tudom, Csavargó Andrásra is gondolhatnál, de inkább nem erre fogsz. Csavargó András. Na, mindjárt megkérdezzük erről a két véresen drámai esetről. Ami drága Csonka Picinket, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Halli, na. Ha nem hallottok, akkor én egy lépcsőfordulóval állok, egy hopon-hopon húszon menekültem be ide, nem a kazánház mellé, mert nem tudom, hallottok-e engem, de nem látok és nem hallok semmit. Te még külföldön? Most Athénban vagyok éppen, igen. Ja. Úgyhogy nagyon sok szeretetek. De egyébként a Morning Show tarol itt is, gyerekek. Tehát reggel egy hajóúton vagyok, és gondoltam, hogy leszállok, mielőtt ti írtok, mert nem akarok ott a tömegben a zaj közben veletek beszélni, és akkor gondoltam, hogy menekülőre fogom a dolgot, és mondtam álltam ott a tömeg, és mondtam, hogy sorry, I'm going to morning show, sorry, I'm going to morning show, és azok elengedtek, a bocsánat, elengedtek. Na, az elengedtek, érge. Igen. Na látod?
Hát Görögországban vagy, hát ez akkor van nálad sok készpénz, mert ott bármikor bármi megtörténhet. Most elvileg jó hírek vannak, de hát ott most... Mert legalább olcsó lehet hozzájutni mindez, nem? Vagy mi a helyzet Görögországban? Nem tudom, ma reggel érkeztem ide, úgyhogy nem tudom még erről beszámolni, de mindenképpen úgy érzem, hogy büktet az élet. Csőd ide, csőd oda, azért rengeteg minden történik. De hát ugye velem is történnek dolgok, hallottam, még az elejét hallottam, amit mondtad ott, mert közben itt a buszon a barátai mobiltelefonon hallgatják interneten a világhírű Monisot. És ugye nem túl nagy vihar, nem túl nagy biliben, tehát végül is... Jó, hát most azért kis vihar, hát most igen, két életet fontos eseménye, de hát azért én próbáltam mégis elvenni az életemnek. Most tudjuk, hogy neked most egy picit fontosabb a valutázás kint Görögországban. Na, hogy volt ez a színházi dolog? De jó, működik, igen. Ez érdekes ez a színházi dolog, hogy megkérdették, megszavaztak, nyertél, majd kiírtak a szereplőválogatást. Hát ez egy nem túl szép dolog. Pontosan hogy nem a szamár hangja, mert az a szinkronban van hangja, a pofámat is látni kell, tehát ez egy musical, egy előadás, színházi előadás. Igazából, gyerekek, ez egy játék volt, nyilván félreérthető volt. Az a megfogalmazás, az a kérdés, hogy ki legyen a szamár, az embereket nyilván, és látnak egy listát, tehát nem az, hogy bárkit beírnak. Az utolsó két évben már volt 4 vagy 5 kollégámmal, együtt ott voltunk 5-6-an, és erre a listára szavaztak az emberek, tehát félreérthető volt, meg akarták mozgatni, fokozni akartak az érdeklődést, de annak van egy rendezője, Szentavaj, van egy producere, Rosta Mária, és nyilván ők eldöntik, hogy kiállta majd a szamát. Egyébként miután lezárult a szavazás, akkor miután 2 nap utazás előtt zárult le, tehát én is fölénekeltem ezt a dalt, egy dalt ebből az egész fizikából, aztán most majd ez egy casting, ez egy válogatásnak a része. Igen, félreérthető volt, kollégáim is elkezdtek kampányolni, sőt, Kassa Tibi elképesztő volt, Kassa Tibi egy egész kampánygépezetet indított be, értem. De csak a lájkok miatt. Tehát azt mondta, félreérthető volt a dolog, valóban a kérdés így ebben a formában félreérthető. Pici és tök őszintén, hány ezeret szavaztál magadra? Na, hány ezer IP címről kérted meg a barátokat ismerősöket, hogy most mindig kiszavazom. Elkoptak az ujjaim, de azért még maradt. Hát ezért ment ki Görögországba is, mert az már értett. És vitte ki a haverokat is, igen, szavaztak rá. A kampány folytatódik. Igen, görög internet kávézóba ültetek be, és folyamatosan lögtétek a szavazatokat. Akkor most nem is vagy csalódott? Nem vagyok csalódott, mert végül is a dolog nyitott. Tehát hogy az is előfordulhat, hogy én játszom. Annyi vagyok, nem csalódott vagyok, csak szerencsétlenül volt a dolog fölépítve. Tehát ez a játék így ebben a formában, persze mindenki azt gondolta, nem a két darab színház egyet, oda volt írva végre, hogy a zsorsanaros rész, hogy két darab színház egyet nyerhetnek. Nyilván nem ezért zajlik a játék, hogyha ilyen elkezdnek szavazni az emberek, hanem azért, hogy akire szavaznak, azt gondolják, hogy az majd valami a labdába rúg. De mondom, nem vagyok csalódott, és nyitott a dolog még mindig, tehát nincs előző. Már csak azért sem vagy csalódott, mert a te szerepe álmodod valójában Fiona volt. Alkatilag megfelelek, úgy érzed? Figyelj, mi van ezzel a csengő sztorival? Ez nagyon kemény. Csi Andráshoz becsengettek, ettől a mondattól hangos most a sajtó, ugye, és az egyik ismert áruházlánc azt mondja, hogy dúdoljuk vele, ding-ding-dong, és hozzá csengetnek be egyébként ebben a csengő reklámban, amit az egyik áruházlánc reklámoz. Te erről tudtál? Az a jó egyébként, hogy a rajongóknak rengeteget köszönhetek ebből a szempontból, ahogy a Shrek játékot is egy rajongók küldt, tehát ennek fogalmam nem volt pedig egy ilyen szavazásos játék. Úgy ezt is átküldte valaki, már itt voltam ezen a hajóúton, és egy kicsit mondjuk azért furcsának tartottam azt, hogy én azt gondolom, hogy legalább hozzám csöngettek volna be ezek a kedves áruházlánc vezetők, ugyanis így, ha kiírják a nevemet egy csengőre, és odaírják ezt a dalt, ami nem az én dalom, mert én is feldolgoztam, tehát nem az én eredeti dalom, de mindegy, akkor is hozzám kötik a legtöbben, akkor azt gondolom, hogy ez már valami módon reklámnak minősül, de lehet, hogy mégsem. Valaki elkezdett a Facebookon ezzel kapcsolatban fejtegetésre kezdeni, hogy ez tulajdonképpen nem számít reklámnak, hanem csak nem ráutalás. Igen, majd Csé András van kérve. Csak megnyugtatlak, hogy a szombati akciómánia rovatban vagy egyébként. Legjobb helyen. A legjobb hely, vagy Csé András vezeték nélküli csengő, mi is dúdoljuk vele, ding-ding-dong, egy kéz látszik, amin megnyom egy csengőt, Csé András feliratú csengő, tehát felcsöngetnek kvázi hozzá tulajdonképpen. Szeretném, hogy az emberek mindent komolyan, mert szeretném, hogy mindenki megnyugod, az én csengő hangomhoz, nem a ding-ding-dongomhoz, tehát ez egy pillanat is, hogy mondja senki. Hozzám éjjel-nap a csöngetetnek, ne csöngessenek, de akkor kipróbálhatják, nem tudom, tehát most szerintetek ez a reklám? Ez egyértelműen hát te vagy, persze, hát ez egyértelműen te vagy. Tehát nyilván azért tök tudatosan nem írták ki a nevedet, hogy Csonka András, mert így a Csé András az már azért nehezebben perelhető, de ez te vagy. De azért csak lehet tudni már egyben a dalban. Ti is elkövetetek minden évek alatt, hogy megtudják az emberek, hogy hozzám tartozó dal. Tehát érted, akkor viszont az reklám tud idősül, nem? Igen. Nem léptél semmit, vagy nem kerested fel őket? Hagytad a fenében?
Hát most itt kintről nem tudok ezzel foglalkozni, őszintén megmondom neked, azt tudom, mit kell kerestem, de hogyha hazaértem, akkor azért egy-két kérdést majd ezzel kapcsolatban tesszük. Vagy megkérdezek egy szakembert, hogy ez tényleg egyáltalán jogos igénye, hogy ez reklám, vagy pedig valóban csak egy ráutaló valamilyen, nem tudom, hogy mi a kategóriája ennek a dolognak. Igen. Gyerekek, nagyon cikk ez, most azért nézzétek el nekem, és a hallgatók is nézzétek el nekem, hogy nyaralok, és most igazából ez a riport elején ez a kis beszólás, mert csak ennek tudhatok, hogy ellazultam, teljesen lezser. De már durvább dolgok is elhangzottak ebben az adásban, tehát nincs baj. Azóta ezen kattogok. Jó, persze, ne törődj el. Mennyi ideig vagy kint? Kérlek szépen vasárnap megyek haza. Mi van? Másodikán megyek haza. De jó. Addig az egy ilyen kis, minden nap valahol érintünk valamilyen várost, és akkor örülök a nyárnak, otthon alom ősz van, tehát ebből a szempontból ez egy külön remek hely hír, hogy itt azért valami módon mégiscsak tombol a nyár. A lehető legjobb időt választottad egyébként. Hát erre volt lehetőség van, aztán utána. Igen. Drachmát mindenféleképpen vegyél. Jó, ha kínálják, legyen nálad. Ferikém, hallgatok rád, úgy érzem. Ja, hogy bármi történt, ja, hogy esetleg a bankautomaták becsücsölnek meg, nem mindegy. Ja, nyugi van kint egyébként, vagy érezni valamit ebből a felfordulásról, ami az utóbbi hetekben volt? Most igazából, most, ahogy kiszálltunk a hajóról, rögtön felszálltunk egy hoponopo buszra, tehát azt láttam, hogy a kikötőben legalább 200 turistabusz, aki vár, helyi turistabusz várják a kirándulásra menő turistákat. Tehát semmilyen, most a buszon, ahogy nézelődöm, elképesztő lendületes és nyüzsgő az élet, nem tudom, hát nem tudom, mit jelent az, ha valamilyen ott. Egyébként nagyon de... nincs mit látni, persze, nem csak érdezni, hogy érezni valamit, de nagyon nem, mert nem. Kihúzták őket a bajból. Nem szóltak nekünk a hajón egyáltalán, vigyázzunk el, vagy arra, semmi különös nincsen, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes út lesz a mai nap is. Jól van. Na vigyázz magadra, akkor sok lesz a telefonszámlád, úgyhogy. Ha már lesz valami fejlemény, akkor majd szólok nektek, jó? Jó. Sokan azt írta valaki a neten, hogy sok maszkot nem kell csinálnom ehhez, úgyhogy végül is. Igen. Kérdés, hogy ez, hogy téged szavaztak meg a szamának, ez nem egy nagy kiszúrás veled egyébként, hogy ki legyen a szamán, legyen a csonka, gyerekek, szavazzunk rá, legyen a csonka neki. Most már mindegy, már lemaradtál a szavazásról, de úgy értem, hogy a szavaztál volna, köszönöm. Szeretünk, imádunk, vigyázz magadra, nyaraljál. Sok nektek. Puszi, csáó. Ne káromkodj. Varoufakis, szorul a Varoufakis most. Titkos dolgokat csinálti ott Görögországban. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral.